9 milliárd forintból újul meg a hazai pszichiátriai ellátórendszer, ebből infrastruktúrális és szakmai fejlesztések valósulnak meg, erre hazai és uniós forrásokat tudnak fordítani. Köszöntöm a stúdióban dr. Kancsav Alexandert, a József András megyei oktatókórház osztályvezető főorvosát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást! Mi az, ami indokolta azt, hogy ilyen nagy mértékben belenyúljanak a pszichiátriai ellátásba Magyarországon? Mindenhol a világon a pszichiátriai betegségek, szóval kezelésére ráfordított költségek az utóbbi időben nagy mértékben nőttek. Nagyon sok olyan kórkép van, amit tulajdonképpen népbetegségnek minősül, ilyen a depresszió. Minden nyolcadik, a 100 emberből, aki itt áll az utcán, minden nyolcadik ember depresszióban szenved. Gondolkozunk csak az Alzheimer korra, amikor 80 év fölött 40%-os az előfordulása. És ott vannak a szorongásos betegségek, és szóval természetesen nem utolsó sorban a addikció. Azok az emberek, akik valamilyen addiktív betegségben szenvednek, hát Magyarországon közel 1 millió ember él valamilyen addikcióban. Benne van a gyógyszer, a drog és az alkohol addikció. Azt gondolom, hogy nagyon komoly szemléletváltásra is van szükség, és talán ez a fajta fejlesztés egy kicsit ráirányítja erre a figyelmet, hiszen nagyon sokáig azt gondolták, hogy ezeknek a betegségeknek egy része egyfajta kisasszonynyavajgás, a másik részét meg saját magának pénzért veszi az ember, szóval, hogy nem feltétlenül kapta meg azt a megfelelő pozícionálást ez a terület, amit megérdemelne, illetve ami járna. Ebben teljesen igaza van. Tulajdonképpen a gondozói hálózat fejlesztésére szánt 2,7 milliárd, 4 milliárddal növelték. Tulajdonképpen azt akarják elérni, hogy sokkal jobban hozzáférhető legyen az ellátás, mint járóbeteg ellátási forma. Itt tulajdonképpen a mi megyénkben van némi, szóval restánciánk a lakossággal szemben. Itt a megyében nagyon centralizált az ellátás. Nem csak a fekvőbeteg ellátás, hanem a járóbeteg ellátás. És jelenleg ebben a programban, a gondozói hálózat fejlesztésében az országban 3 új gondozó hoznak létre, egy Móron és 2 megyében lesz, Mátészalkán és Kisvárdán. Van arra adatunk, hogy itt a megyében évente hány beteget látnak járóbeteg szakellátók? A József András kórház szakrendelőjében 34 ezer beteg fordul elő. A Nagykállói kórház szakrendelőjében és gondozóiban 60 ezer beteg fordul, körülbelül 100 ezer beteg. Napi lebontásban ez mit jelent? Napi lebontásban ez változó. A szakrendelő jellegétől függ, például sokkal nagyobb a leterhelés a szorongás ambulánc és az általános pszichiátriai szakrendelésen, de például a speciális szakrendelések, mint a neuropszichiátriai szakrendelés, vagy a demencia szakrendelésen kisebb a beteg szám. Sokszor eléri 40-50 beteget naponta egy ilyen nagy forgalma szakrendelés. Nem csak a járóbeteg szakellátás bővül, illetve változik, amennyire én tudom, az akutellátást is fejleszteni kívánják. Három nagy preferencia van. Az egyik az akutellátásnak a komfort fokozatnak a növelése. Ebben is egy sikeres pályázatot nyújtottunk be. A másik a gondozói hálózat fejlesztése, és nem utolsó sorban a gyerekpszichiátriai ellátásnak a ez fejlesztése. Ez nagyon-nagyon gyenge, mondhatjuk gyerekcipőben járt sokáig. Ott nagyon komoly a human erő forrás probléma, és nem olyan régen jelent meg egy nyilatkozat, amikor a miniszter úrnak írásba kellett nyilatkoznia, hány pszichiáter dolgozik az országban.
és hány gyerekpszichiáter? Hát 45 gyerekpszichiáter. Az egész országban? Az egész országban. És ebből Nyíregyházán, itt a megyében hányan dolgoznak? Itt a kollégák, akik dolgoznak, hárman vannak, és van egy, hát most negyedik szakkolléganőnk, aki éppen nálunk van gyakorlaton, ő készül szakvizsgára. Ez a probléma, hogy kettő ebből részmunkaidőben dolgozik. Ehhez képest körülbelül mennyi lenne az igény? Tehát a gyerekeknek hány százaléka lehet érintett? Az utóbbi időben nagy mértékben növekedett a drogabúzus, az addikció gyerekkorban. És emellette 200%-os volt, ez egy nagyon sajnálatos adat, hogy a gyereköndélkosság érete 200%-kal nőtt. A humán erőforrás viszont nagyon szűkös. Ha már itt a drogot említette, úgy tudom, hogy egy országos magasabb biztonsági fokozatú osztály vagy részleg is szerepel ebben a fejlesztésben. Ez is a szakmánkban egy hiány volt. Tulajdonképpen az országban nem volt egy olyan osztály, ahol magas biztonsági fokozattal rendelkezik. Most angol mintára egy ilyen osztályt több mint 1 milliárd forintos beruházással létesülni fog az országos pszichiátris neurológiai intézetben. Az osztály 30 ágyas lesz, és a felvevő terület az egész országról. Érkező betegek. Mentális zavarokról beszéltünk eddig, de azért érdemes megemlíteni, hogy a pszichiátriai mentális problémák nem csak pusztán mentális betegségek lehetnek. Ezek nagyon gyakran megnyilvánulhatnak szomatikus betegségekben is. Nagyon régóta komoly adatok vannak erről. Már 76-ban publikálta Popkin, hogy a betegek, akik előfordulnak egy közkórházban, a 46%-ok valamilyen pszichiátriai alteráció van, vagy valamilyen pszichis tünet észlelhető. Tulajdonképpen az utóbbi időben nagyon sok szomatikus betegség hátterében pszichis tényezőket fedezték fel. Ez egy teljesen új kategória, ezek a pszichoszomatikus kórképek. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak majd a jövőben. Mennyire szolgálja ez a jelenlegi fejlesztés? Nagy mértékben. Ezért, mert sokkal könnyebben hozzáférhetővé válik a járóbetegellátás. Gondoljunk csak, hogy egy csengeri betegnek hajnalban kell indulnia, hogy Nyíregyházára vagy Nagykállóba jöjjön a szakrendelőre, vagy akár egy záhonyi beteg. Most azzal, hogy két új gondozó létesül, Mátészalkán és Kisvárdán, és tulajdonképpen a hétnek az öt munkanapon lesz rendelés, pszichiáter szakorvos és klinikai szakpszichológus lesz elérhető. És mi a helyzet az ápoló gondozó személyzettel? Az ápoló gondozó személyzettel országosan szintén nagyon komoly probléma van. A miniszter úr, hogy emlékszem, hogy 1200-valahány szakápolót említett, aki állami szektorban dolgozik. Egyelőre... De ez nem csak a pszichiátriában. De csak a pszichiátria. Csak a pszichiátria. Egyelőre a megyénkben annyira égető hiány nincsen ápolóban. Dr. Kancsev Alexander, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen.